Elnézést a megkésett anyagért, sajnos ezt a filmet nem állt módunkban időben megnézni, de most, hogy láttuk, úgy éreztük, hogy késés ide vagy oda, erről mindenképpen beszélni kell. Szóval nem is húznám az időt, egyenesen a közepébe vágnék. 1917. április 6-án két derék katona parancsot kap, hogy vigyenek el egy üzenetet a frontra. Ez az üzenet megakadályozna egy támadást, ami nagy eséllyel vérfürdőbe torkolna, és hatalmas veszteségeket okozna az Antant hatalomnak. A hírvívők egyikét tovább motiválja, hogy testvére ugyanabban az osztagban szolgál, akiknek az üzenet szól. Ebben a helyzetben pedig nincs vesztenivaló való idő. Az 1917 egy ízigvérik háborús film, ami az első világháború egyik frontján vezet végig minket. És bár ez egy háborús film, mégis inkább volt az az érzésem, hogy az élet és annak szeretete helyeződik előtérbe, nem pedig a haderők egymásnak feszülése, vagy a győzelem a másik fölött. Több helyen is szerepet kap az egymás iránti odaadás és gondoskodás. Még az alapszituáció is egy rendkívüli oldalról közelíti meg a háborút, hogy ne támadjanak. Ez a felállás hasonlít az apokalipszis most történetvezetésére. Van egy parancs, aminek végrehajtásához át kell verekedni magunkat az ellenség vonalain, hogy ott aztán bevégezzük a feladatot. Csak míg az apokalipszis most esetében meg kell ölni valakit, addig itt sokakat kell megmenteni. Érdekes megközelítése ez a témának. Persze ide lehetne venni a Ryan közlegény megmentését is, de abban nem kap ekkora szerepet a csend vagy a magány. Sam Mendes író rendező azonban nem csak a történetet fókuszálta ebbe az irányba, de a kivitelezés terén is valami egészen egyedülállót alkotott. A filmben ugyanis nincs vágás, vagy legalábbis úgy tűnik, mintha nem lenne. A white szemű nézők persze kiszúrhatják a vágópontokat, de alapvetően a lényeg az volt, hogy az egész filmet egybelássuk. A művészfilmesek szeretik ezt a megvalósítást, mivel a hosszúra hagyott jelenetektől általában életszerűbbé válik a történet, és ezáltal valóságosabb képet kap a néző is. Szóval ez egy ügyes húzás volt. És valóban átjön ez az érzés. Tényleg ott vagyunk és érezzük a merefrontok folytogató mocskát. Ha már itt tartunk, a zene valami elképesztően jól egészíti ki a cselekményt. Amikor le kell lassulni, akkor a zene is visszavesz. De amikor akció van, na ott rápörgünk rendesen. Egyik másik jelenetnél alig tudtam a helyemen maradni. A kiemelt posztokon pedig ismertebb színészek adagolják a történet fontosabb pilléreit, olyanok, mint Colin Firth, Mark Strong vagy Benedict Cumberbatch. Azonban kiemelném a főszereplőt játszó George mckay is, akinek komoly helye van Hollywoodban. Hiszen a Mero és a Captain Fantasticban nyújtott alakítása után ezzel a filmmel újfent megerősítette biztos helyét az iparban. Szép munka volt, szóval technikailag és színészileg parádésan szerepel az 1917. Nagyon nehéz beszélni erről a filmről, mivel a küldetés egyszerűsége miatt a történetben nincsenek fordulatok. De talán nem is ez a lényeg, sokkal inkább maga az út. Viszont annak a magával ragadó hangulatát szinte lehetetlen elmondani. Elvégre nem csak a kivitelezés, de a közvetített érzés is annyira gazdaggá teszi ezt a filmet, hogy nem lehet leírni. Azt látni kell. Az 1917 történelmileg hiteles képet mutat, de maga a történet kitaláció illetve részben kitaláció, mivel az eredeti történet Sam Mendes nagyapjának az elbeszéléseire épül, aki megjárta az első világháborút. De a szereplőket és az alaptörténetet Sam Mendes maga találta ki, illetve bővítette ki. Persze belemehetnénk mélyebben is ebbe a filmbe, elemezhetnénk jeleneteket, azok leforgatásának körülményeit, de én inkább az összképre és a látottakra szorítkoznék. Elvégre az a lényeg, de spoilerezni nem akarok. Viszont annyit elárulok, hogy a film után jó érzés megbeszélni a látottakat. Ez a film nagyon magasra tette a lécet, mindjárt így az év elején, és már most komoly esély van arra, hogy jövőre elvigye a legjobb film díját az aranymazsin. Hálásak lehetünk ezért a történetért Sam nektek pedig csak ajánlani tudjuk az 1917-et. Ha tetszett a videó, akkor jöhet a like, oszd meg és iratkozz fel. Nyomja csengőre, hogy értesülj az új tartalmakról, a Patreon tagoknak pedig ezúttal is végtelenül hálásak vagyunk a támogatásukért. Na pacsi, sziasztok!